Média sztár vagyok, idegen forgalmi látványosság, nem sokára megyek vissza a börtönbe, bemegyek Józsikaként, azt majd kijövök Rózsikaként. Télre bevonulok, nyárra megengedjenek ki. Tök mindegy, hogy mikor 2018 vagy 2036, csak nyárra engedjenek ki, ne téle, mert téle hideg van. Azt leszek benne a börtönben, Rózsika. Elloptam anyám szoknyáját. Én fontos ember is vagyok, mobiltelefonom is van, karórám is van. Én egy médiasztár vagyok, hát ha én nem lennék, ki kéne találni. Már vannak fönn a YouTube-on új videóim, új képjeim, amit a taxis föltett az internetre. Kemény vagyok, mint a Tarzan sarka. Eddig is tudták, hogy egy kicsit hoppás vagyok, de hogy ennyire. De nekem bejött az élet, nekem nincs az életre gondom. Eltart az állam. Csinálom a hülyét, az több nyugellátást kapok, mint aki dolgozott. Nekem bejött az élet, hogy csaptak volna a falhoz, mikor megszülettem. Hogy rohadtam volna meg a babakocsiba. Hogy a köldöcsinór tekeredett volna a nyakamra. Szerintem részeg volt mind a kettő, mikor készültem. Valami nagyon nem stimmelt. Én egy igazi elbaszott gyerek vagyok. És soha nem tanulok a hibáimból. Már ötödjére voltam be jogerősen börtönben, meg még hány szó leszek. Még előttem az élet. Még egy 10-11 évet ki lehet belőlem nézni a börtönbe. És nem tudnak vele megnevelni. Egyszer érnék meg, hogy megkomolyodok, de ha agyon csapnak, már akkor se. Meg már erre a kis időre hova? Már 35 éves vagyok, már nem fiatal. De még egy 10-11 évet ki lehet belőlem nézni a börtönbe. Most nem sokára szándékozok visszamenni, sőt már két hülyeséget csináltam is. Egy bicikliülés lopás, szabálysértés van a nyakamon már. Most legutoljára a várközbe bementem részegen, kikettekertem a gumibotot a rendőr kezéből. Fel is jelentettek hivatalos személy elleni erőszak kísérletéért. Abból hamarosan szerintem lesz vádemelés. Aztán nem sokára megyek vissza Böribe. Hát tényre szándékozok visszamenni a meleg fűtött helyre. Fűtött helyen leszek, normális kaja lesz, fürdési lehetőség. Télen bent leszek, nyára megengedjenek ki. Tök mindegy, hogy mikor csak nyáron. És nem félsz, hogy megköcsögülnek? Nem. Legalább leszek akkor tényleg Rózsika. Úgyis már a sok fiatal azt híreztelte megint szexádó, hogy a bolond Józsika meghalt. Aztán mégse halt meg, mert itt van. Csak börtönben voltam. 4 év, 4 hónapra kivontak a forgalomból. A köcsög autóanterna lopkodás miatt meg üzletszerűen elkövetett sörlopások. Igen. Megittad a Tesco-ba sok sört. Igen, azt nem voltam hajlandó kifizetni. De ki úgy osztad? Azt minden harmadik nap megcsináltam ugyanazt a jellegű szabálysértést. 4 év, 4 hónap. Meg 3 év közügyektől eltiltás, meg 5 év lakhely elhagyási tilalom. Kemény vagyok, mint a vídia. Más is megpróbált agyonütni már méteres fülől a sírján. Jobb kezem kurva gyors, bal kezem tümeg, még én is félek. Hát ha én nem lennék, ki kéne találni. Velem is csak egyel többen vannak. De nekem az a lényeg, bejött az élet. De, hogy rohadtam volna meg a babakocsiba. Hogy akkor kellett volna falhoz vágni, mikor megszülettem, rögtön abba a pillanatba. A szexádi rendőrök megörüljenek, hogy megtűröm őket Szexádon, az én városomba. Mert egész Szexád az én városom, az én plac területem, én vagyok Szexád üzemeltetője, idegenforgalmi látványosság, híres celeb, az. Na, köszönjük szépen! Búcsúzzál a nézőktől. 200-300 forintért akármikor adok interjút. Mert ha van lőszer, akkor van tűzi játék. A pénz nem boldog, de jó, ha van. Na, búcsúzzál a nézőktől. Köszönjük.